Értem. Ami még mindig érdekes egy koncertnél, az a felkészülés, amit mondtál, hogy három különböző városban voltak a próbák, viszont azt azért még említsd meg, hogy mennyi ideig is tartott erre a készülődés, mert nem egy ilyen szokványos egy-két hónapos próbaidőszak volt. Én januárban találtam ki, hogy szeretnék egy koncertet, aztán kezdtem összeírni a dalokat, hogy mik lehetnének jók, közben megkérdeztem a srácokat, hogy belemennének-e, és úgy ténylegesen a vokalistákkal nyár közepén kezdtünk el próbálni, a zenészekkel pedig ilyen augusztus hónapban, tehát hogy pár hónapos egyébként, annak ellenére, hogy három városban volt. Nehéz volt egyeztetni, mert ugye, ahogy mondom, mindenki máshol lakik, meg legtöbbünknek munkahelyünk van, tehát hogy munkaidő után, de tök jó. Tök ez jó, egy katarzis volt akkor neked. Nagyon jó volt. Azt hiszem, megérte ennyit dolgoznod rajta, további sok sikert kívánunk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Várunk vissza saját dalokkal. Így van, mi pedig belenézünk egy kicsit a koncertbe. Köszi szépen, sziasztok!